A Makói Fiatalok Akadémiája tavaly október óta már számos programot szervezett elsősorban a helyi és a térségi ifjúság számára. A város főterén nyílt is egy színterük, ahol hétvégenként különböző kreatív foglalkozásokat és előadásokat tartanak. Most a hagymaházban várták a gyerekeket, ahol szüleikkel együtt kicsit a farsangra hangolódhattak. Mint Sarkadi Ágotától megtudtuk, gipszből kiöntött arcokat hoztak, melyek a velencei karnevál hangulatát idézték. Ezeket lehetett kifesteni, de volt csillámtetoválás, sőt arcfestés is. Uracska Zoé édesanyjával érkezett, több dolgot is kipróbált az asztaloknál. Rajzoltam, fejpántot készítettem, meg festettem. És milyen fejpántot készítettél? Hát ilyen csipkéset, ami kék színű, és van rajta egy ilyen aranyfonál. A kézműves foglalkozások alapötletét a Makói Teátrum előadása adta, melyet a gyerekek ezt követően meg is tekintettek. Az Amatőr Színjátszó Társulat karácsony után ismét Hans Christian Andersen története nyomán a Hókirálynő című zenés mesejátékot állított a színpadra. Ez egy kortalan történet, nyilván Andersen, ez egyik legszebb meséje talán, azt szokták mondani. És én azt gondolom, hogy legalábbis a visszajelzésekből, hogy egy elég jól sikerült előadásról van szó. Gyakorlatilag egyet terveztünk belőle, de aztán annyira szerették, vagy hát kérték, hogy akkor legyen egy második is, és akkor próbáltunk egy pici nüansznyi dolgokat változtatni rajta, hogy azért mégiscsak tél van, tavasz közeleg, tehát hogy mindenféle ilyen dolgot is belevigyünk, amilyen aktuális. Nagyjából ennyi a változás bennem, meg hát az is fontos, hogy ennyien eljöttek ma, mert nagyon sokan lesznek ma, úgyhogy ennek nagyon örülünk. A társulatot és a nagy közönséget az előadás előtt Farkas Éva Erzsébet polgármester köszöntötte. A városvezetője beszélt Páger Antal makói születésű színészóriásról, a Makói Teátrum alakulásáról, de mesélt a színészettel való kapcsolatáról is. Meghatódottság van bennem, de vajon miért is? Egykoron én magam is, bármennyire is furcsa, amatőr színjátszó társulat tagjaként nevelkedtem, sőt egy ideig, 2 évig színjátszó társulatot is vezettem. Tudom, hogy mekkora felelősség van egy ilyen társulatnak a működtetésében, mennyi próba, mennyi áldozatnak a meghozása azért, hogy önöket, benneteket egy-egy estén keresztül szolgáljanak, és valahogy a varázslat, a mese, ma este a varázslatnak a világába vezessenek. A zenés mesejáték ismét nagy sikert aratott a gyerekek és a felnőttek körében egyaránt. A társulat azonban nem pihen, hiszen március 2-án 19 órától Rejtő Jenő jutalomjáték című darabját viszi színre. Andersen Hókirálynőjéről készült hosszabb összefoglalónkat csütörtök esti társalgónkban láthatják.